Witaj, András! Csernák János. Kis Erika. Bodor Tibor. Újságok mágiája. Néhányan várjátok a fönt, Igen. Olyan nagy megtiszteltetés, hogy eljött hozzánk, Mr. Fellow. Ez csak ugyan történelmi esemény. Jó, akkor Peter, indulás. Nekem azt mondták, hogy akkor odafönn találkozunk. Ó, Mr. Fellow, engedje meg, hogy ebben a meghitt pillanatban elmondjam önnek, mennyire csodálom a könyvét. Biztosan tudja, mit mondott Faulkner, amikor megkérték, ajánljon három könyvet. Annak a Renina, annak a Renina, annak a Renina. Ha ma élne és olvasta volna az ön könyvét, biztosan azt mondaná, az igazi McCoy és az elfeledett lemb. Igazi McCoy és az elfeledett lemb. Hadd mondjam el, bár biztosan milliószor hallotta már. De az a jelenet, amikor a polgármester fejéhez vágja azt a majonézes üveget, és a többit majd később. Oh, Mr. Fellow! Mr. Fellow, erre megyünk. Itt is vagyunk. Hipp és hopp. Elnézést, uraim, szabad lesz. Menjünk, Mr. Fellow. Jó van. Most erre megyünk. Kérem, uraim, ne fényképezzenek. Kérem, uraim! Jaj, elnézést, Mr. Fellow. Elnézést. Maga megintézkedjen. Erre, Mr. Fellow. Már csak ezen az ajtón átmegyünk. Így. Na és itt is vagyunk. Ha megengedi, hogy önt idézzem, azt mondom, nézd a sokszorgos kis méhet. De ha megengedi, megengedi, Mr. Fellow. Mr. Fellow! Engedi, hogy az Istenért, uram, ki képes arra, hogy félig telt majonézes üveggel jelenjék meg egy nyilvános ülésen? Követ úr! Mr. Fellow, az úr felesége, a lánya. 15-szor olvastam el. Milyen kedves. És jövőre szeminárium lesz belőle. Az egyetemen részt veszek. Mr. Fellow. Oké. Mr. Fellow. Később majd megkérdezem. De várjon, Mr. Fellow. Később. Éhes? Ez lazac, de nem hiszem, hogy hozzá szabad nyúlni. Ó, oh, Mr. Fellow, micsoda megtisztelted. Úristen! Úristen! Oh, egy kicsit elkésünk. Én nem is tudom, hogy mit mondjak. Lássuk csak. Nem hogy tudom. Hívják? Susan. Férnél van. Elnézést. A szinkront a Mafim Audio Kft. Készített. Rendezte Brian De Palma. Jó. Hát akkor kezdődhet. Mr. Fellow, csak azt szeretném mondani, minden a legnagyobb rendben. Aggodalomra semmi ok. Bocsánat, még be sem mutatkoztam. A nevem Peter Fellow. Író vagyok. De ezt már biztosan tudják. Kivéve, ha nem olvastak újságot, és tévét sem néztek az utóbbi két hétben, tudniuk kell, hogy ki vagyok. Ma engem ünnepelnek itt. Az est hőse vagyok. A könyvem miatt, amelyet nemrégiben hoztam össze. Persze, az est valódi hőse nincs ma itt köztünk. Hamarosan őrá is rátérünk. De most
adják át magukat a pillanat rendkívüliségének, és idézzék emlékezetükbe egy másik kis sikerkönyv néhány sorát. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárt val? Mr. Fellow, várják! Ez a történet egy ilyen emberről szól. A történet egy esős estén kezdődött, úgy egy évvel ezelőtt. Hősünk, Sherman McCoy épp telefonálni készült. De annak ellenére, hogy 11 telefon és 7 vonal volt 6 millió dolláros lakása 14 szobájában, ez egy olyan hívás volt, amit nem intézhetett el otthonról. Megvagy. Na. Mi a csodát csinálsz? Hogy én, hát, de leviszem a kutyát sétálni. Nem, te nem a kutyát viszed sétálni, legfeljebb Marshallt viszed sétálni, ő a családunk tagja. És egyébként zuhog az eső. Igen, tudom. Marshall is tudja. Úgy látom, nincs sok kedve sétálni. Ugye, Marshall? Hát, Judy. Rendben. Kellemes sétát. Nem nagyon lelkesedik a sétáért az állat. Én sem, Bill. Tony vagyok, uram. Tony a nevem. Ja, jó, mindegy végül. Jaj, ne, Marshall, gyere. Embereld meg magad, légy szíves. Hello, Sherman. Jó estét, Polár. Esik ám az eső. Igen, az az igazság, hogy magam is észrevettem. Sherman! Te hű barátja vagy az ember hű barátjának. Polár, te vén köszelygyáros. Parancsolsz? Tényleg, semmi jobb nem jut az eszedbe. Ennél többre már nem telik tőled? Fogalmam sincs, miről beszélsz. És egyébként megkérlek, hogy majd visszafelé, ha mind a ketten eláztatok, a személyzeti liften menjetek fel. Gyere, Marshall. Jaj, Marshall, gyere már. Gyere. Gyere szépen. Maria! Halló, én vagyok az. Ki az? Bocsánat, beszélhetnék Mariával? Kivel beszélek? Maria! Sherman! Sherman, te vagy az. Sherman! Jesszusom! Hello! Megjöttünk! De teljes mértékben igazad volt. Eláztam, és Marshall megmakacsolta magát. És Sherman, ha igen? Valami Mariával óhajtasz beszélni, miért engem hívsz fel? Mi? Miről beszélsz, szívem? Jaj, kérlek, ne hazudj! Ráncos lesz tőle a homlokod! De drágám, komolyan, miről beszélünk? Látnád most magad! Sajnálom, de nem értem, elfelejtettem valamit? Képes lennél azt állítani, hogy nem te telefonáltál az imént, hogy valami Máriával akarsz beszélni? Azt hiszed, nem ismerem meg a hangod. Judy, én sétálni voltam a kutyával. Ráncos a homlokod, ráncos a homlokod. Én nem telefonáltam senkinek. Na hát, még ilyet. Én nem hazudok. Kivittem a kutyát sétálni. És mire hazajövök erre, hát, hogy is mondjam, nem is tudom, hogy mit mondjak. Egy negatívumot kellene bizonyítanom itt előtted, és... Negatívumot, igen! Úristen, Sherman! Hallod, milyen hangom? Süt belőle a feszültség. Hallottad?
Én nem akarok jelenni, nem, én karcsú vagyok, én szép vagyok, én nem ezt érdemlem. De Judy, én... Tessék, itt a telefon, miért nem hívott fel innen? Engem nem érdekel, tényleg nem. Olyan közönséges vagy, aljas, hazudozó, és egyfolytában a sejem pizsamámra csöpög. Judy, természetesen igaza volt. És Sherman tudta. Úristen, hogy is lehetett ilyen ostoba? Egy szimpla telefonhívás. Másnap reggel Judy szavai még mindig visszhangoznak a fülében. Közönséges, aljas és hazudozó. Campbell, szívem, elkészültél? Már megyek is. Várj egy pillanat. Köszönöm. Hol van anya? Campbell! Odafent bőg a szobabiciklijén. Bőg a szobabiciklijén. Mint a legtöbb férfi, Sherman se állhatta a női könnyeket. Nem akar puszit adni. Azért, mert nedves az arcom. Campbell, gyere, adj egy puszit anyunak. Jól van. Judy. Miért nem mond semmit? Miért nem mondja, Judy, szeretlek? És szeretem a kislányunkat, szeretem az otthonunkat, az életünket. De én az univerzum ura vagyok. Nekem több jár. Mint a Wall Street kiváltságosainak általában. És ők hányan vannak? 2-3, maximum 400-an. Nekik, vagyis az univerzum urainak és Sherman McCoy közülük való volt, korlátlanok a lehetőségeik. Halló? Itt az 555-8771. Kérem, hagyjon üzenetet, visszahívunk. Köszönöm. Maria, hova tűntél? Már napok óta kereslek, hívj vissza, a hivatalban vagyok, beszélnünk kell. Keres Londonból. Roli, várj! Gyorsan, siess már! Jó, nyugalom. Jó, de Sherman... Nyugalom, csingavé. Igazad van. Te nem kell így kijönni a sodrodból néhány millió rongyos dollár. Jézusom, öregem, te olyan vagy, mint egy jégcsap. Ne felejtsd el, Roli. Egy ideges ügynök, halott ügynök. És mennyibe fog kerülni nekünk ez az őrült zsiszkárüzlet, Sherman? Hát olyan 600 millió kellene, hogy felvásároljam a részvényeket. Jézusom, azt akarod, hogy üljünk 600 millió dolláron francia állami részvényeket? Nagyon melegen ajánlom, Jean. Igazi csipke rózsika. Hol vagy, Jean? Cricket meccsen. Valaki épp most ütött egy hatalmasat a labdába. És ki játszik? Egy csomó srác fehér katyában. Hagyjuk az érdektelen részleteket. Jean, beszállunk vagy sem? Az arany tartja az értékét, de a frank estikhez? Bernard Zaks már beszállt 300 millióval. Mondd ez neked valamit? Sherman, öregember csinálsz belőled. De gazdag öregember, Jean, nagyon gazdagot. 600 millió dolláros üzlet. Sherman részesedése ebből 1,7 millió. Egy napi munkával. Hát igen, a csúcson van. Magabiztos, sebezhetetlen. A gazdagság és a hatalom védelmét élvezi. Az univerzum ura. Magasból szemléli a világot. Ahonnan nagyon nagyot lehet zuhanni. Sherman, ma este érkezem. Üdv, Maria. Sörmen, igazán angyal vagy, hogy kijöttél elég. Beszélnem kell veled. Akkora hülyeséget csináltam tegnap este. Jó. Most rögtön el akarod mondani. Hát, jó volna minél előbb. Sörmen, nem kellene előtte dugni egy jót. Igen, tudom, hogy tréfásnak tűnik, de hidd el, egyáltalán nem az. Így jár, aki túl sokat inspiráltak. Talán inkább konspirál, Maria. Muszáj nekünk most épp a feleségedről beszélgetnünk. Inkább menjünk el a mi kis szerelmi fészkünkbe, és bújjunk össze. Azt hiszem, mindent tud. Hát persze, hogy mindent tud. Nem érdekes. Nem érdekes? Nem.
Sörmen olyan édes vagy. Ne, 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 itt ne, azonnal ne, ne, bekapnálok, ha le tudnám húzni ezt a rohacipzárt. Nem ez volt a kiárat? Mi? A Manhattani kiárat. Hát ezt most elszalasztottuk. Majd máshol letérek, és visszajövünk. Csak már ott tartanánk. Maria! Sherman, hol vagyunk? Bronxban. És ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy északra vagyunk Manhattantől. Annyi az egész, hogy valahol majd jobbra kell fordulni és visszajönni. És íme, egy elvétett letérő. Bárkivel előfordulhat. Egy elvétett tárcsázás, egy-egy elvétett kanyar, és életed már is kizökken a rendes kerékvágásból, és egy soha el nem képzelt végzet felé rohan. Sherman! Tessék, Maria! Hol vannak a fehér emberek? Jézus Mária! Ezek még képesek megkarcolni a kocsit. Sherman, én déli államból származom, és nem nagyon bírom az ilyesmit. Elnézést! Kérem, ne karcolják meg a kocsit. Köszönöm. Sherman, menjünk már! Piros a lámpa. Hello, baby! Jaj! Jaj, segíts! Maria! Ne menj neki! Úristen, menjünk innen! Kérlek, Maria, pánikra semmi ok. Na persze, szerinted? Az összes csomagom itt van. Nem akarok semmilyen szabálytalanságot csinálni. Ha nyugton maradunk, minden rendben lesz. Úristen, Sherman, dzsungelben vagyunk. Te meg közben a szabályokra gondolsz. Nézd, ott egy nyíl. Igen, látom. Akkor fordulj be! Azt csinálom. Ez vezet vissza Manhattanbe, látod? A Sherman, mi az? Egy hulla! Úgy néz ki, mint egy... Egy állat. Nem. Ez egy kerék, Maria, egy autógumi. Döglött, Sherman! Nyugodj meg, Maria, ez egy autógumi. Igen. Mit csinálsz? Hát nem mehetek át rajta, azt ugye sejted? Csak nem akarod elvinni? De pontosan azt akarom elvinni. Jó, Sherman, de vigyázz a cipődre. Sörmen, siess már. Gyerünk. Megfogja azt a koszos gumit. Jaj, fúj. Csak lennénk már kint innen. Bárcsak már Manhattanben lennénk. Siess, Sherman. Úristen. Úristen, benszülöttek. Sherman, Sherman! Hello, segítsünk! Nem. Nem, köszönöm, hello.
Mi a hézak, öreg? Nem kell a segítség? Nem úgy gondolom. Nem úgy gondolom, csak nincs szükségem rá. Nincs. Köszönöm, nem. Nem. Basszus! A fenébe! Sörmen, gyere már! Hát elnézést, mennem kell. Na és hová viszed azt a gumit? Ó, hát a maguké. Tessék, tessék, vigyék! Úristen, úristen! Sörmön, szállj be! Jönnek! Bosszú, zárd meg az ajtót! Indíts, indíts! Szemét! Nyisd ki! Menjen innen, menjen innen, menjen innen! Vigyázz! Úristen! Hátra, Lükvert! Hátra! Nyisd ki! Menjen már innen, hát nem látok semmit! Sörmön! Vigyázz! Hé, hey, megállni! Hé, hey, te rohadt kurva! Nyisd ki! Hé, hey, nem hallod! Hol a letérő? Ez az? Sörben mit keresünk mi itt? Fordulj balra, Maria! Balra! Balra! Igen, balra. Jó, balra. Sörmed, le van szarva csomagom. Gyere, ígyunk egyet. Gyere, gyere. Maria. Sörmed. Azt hiszem, értesíteni kellene a rendőrséget. Rendőrséget? Igen, a rendőrséget. Ugye, kis ilyen kiraboltak. És az is elképzelhető, hogy elütötted. Hogy elütöttük az egyiket. Az a hang... Volt egy furcsa hang. Hallottad, mintha elütöttük volna az egyiket. Láttad, hogy elütöttük? Nem. Nem? Én sem. Úgyhogy, ha bármikor felvetődne a kérdés, két fiú elállta az utat, ki akart rabolni, de mi elmenekültünk. Ez minden, amit tudunk. Jó, de ha most felhívnánk a rendőrséget, akkor tessék, talán nem... Tessék, hívd fel őket! Invitáld meg a zsarukat szerelmi fészkünkbe. Hű, de szívesen rajtunk ütnének. Rendőrség, sajtó és az összes médium. Médiumok? Hát az újságok, rádió, televízió. Már látom is. Mr. Sherman McCoy a park sugárútról, és Mrs. Arthur Raskin az ötödik sugárútról. Itt pihenik ki, ijesztő Bronxbeli kalandjukat. Ezt magyarázd meg a feleségednek, Sörmen. Igaz, igaz, igazad van. Ugyanakkor jobban érezném magam. Ne törődj bele, Sörmen. Végül is én vezettem. És én azt mondom, nem ütöttem el senkit, és eszemben sincs felhívni a rendőrséget. És a úriember, vagy támogatod ezt az elhatározásomat? Sörmen... Sörmen... A dzsungelben voltunk. Az bizony igaz. Megtámadtak. Megmenekültünk. Meg is ölhettek volna, ugye? Harcoltunk, mint az állatok. Jól megzavartuk a kocsit. A legnehezebb az volt, amikor át kellett ülni. Sem váltó miatt. Úristen, és az a gumi. Jó nagy volt, mi? Sörmen, te még nagyobb voltál. Mind a ketten nagyok voltunk.
Rég nem volt ilyen jó együtt, mint amilyen most lesz. Én nem tudok semmi másra gondolni, csak arra. Ne gondolj semmire, Sherman. Basszunk. Sonnenberg! Mr. Sonnenberg! Hol a fenében van Mr. Sonnenberg? Na jó, Lockwood, maga üljön le, és majd az ügyvédje is megtisztelődik. 2-től 6 évig! Mit akar? 2-től 6 évig! Amikor 2 héttel ezelőtt beszéltem vele, ezt mondta! Mr. Lockwood... 2-től 6 évig, vagy perre visszük! Nem lesz itt semmiféle perre! De én perre viszem! Jöjjön ki a pulpitushoz, Mr. Lockwood! Ide hallgass, te istenátka, rendes gyerek vagy, fiatal, nem is egészen hülye, próbálj megérteni. Minden évben 7000 vádemelés történik. Körülbelül 650 per tudunk lefolytatni, te nem leszel köztünk. De én perre viszem. Tudod, mit viszel? A seggedet a helyedre. És ha majd az ügyvéded megjelenik, zsebrevágod a büntetést. És kinyalhatod a seggemet, hogy nem verek rád 25 évet. Ugyanis, ha perre vinnéd, ennyit kapnál. És most tűnés a szemem elől. Mit csinált? Késsel fenyegetett egy 70 éves nőt, kirabolta, megerőszakolta és begyümöszölte a kukába. Jézus Mária! Isten! Kérem a következőt! Népbíróság kontra Harold Williams. Ügyiratszám 294721. Ezt az ügyet 3 hete megszüntettük. Adj neki, Tigris. Miért van itt ez az ügy? Bíró úr! Megengedi, hogy kimenjek, bíró úr? Ki a fene maga? Kramer, uram. Kramer vagyok, az új gyakornok. Erről az ügyről pedig... Mr. Kramer, maga még zöldfülű. Hadd mondjak magának valamit. Az ilyen ügyeket szoktuk mi lószarnak nevezni. Ez szabad fordításban azt jelenti, hogy nincs semmi bizonyíték. Igen, csak hogy a főügyész úr, Mr. Weiss, azt az utasítást adta, hogy mutassam meg. Én tudom, hogy ki a kerületi főügyész, Mr. Kramer. Az egyetlen ok, ami miatt Weiss érdeklődik az iránt, az ügy iránt, az az, hogy Mr. Williams odafönt fehér ember, és szép nagyházban lakik a Riverdale-en. Hogy? Nem egészen értem, bíró úr. Ugyanis választási év van, Mr. Kramer, és az itteni kliensek 99%-a fekete, a másik 99%-a pedig még angolul sem tud. Viszont szavaznak. Úgyhogy a maga főnöke, a kerületi főügyész, Mr. Weiss, aki minden éjjel arról álmodik, hogy New York polgármestere lesz, fehérekre vadászik. Felkutatja, beperli, és ha egy mód van rá, sitre vágja őket. Így mindenki szereti. A sajtó is szereti, és a szavazók is szeretik. Még a maga anyukája is szeretné. Tud követni, Mr. Kramer? Igen, uram, tudom. Akkor menjen szépen, és mondja meg Ahab Weiss kapitány úrnak. Tudom, hogy a nagy fehér bánára vadászik. De nem Mr. Williams lesz az! Ne szívd merre. Kösz. Lehet, hogy nem tetszett neki a cipőd. Na. Maga Adriatti? Igen, miért? Martin vagyok, ő Goldberg. A bronxi központi kórházból jöttünk, van egy perc? Tessék. Harry Lamb ügyében nyomozunk, tegnap ment be a kórházba törött karra. És? Begipszelték a karját és hazaküldték. És? Csak hogy ma reggel az anyja újra bevitte. Agyrázkódása van, bekómált. Azt mondják, nagy a valószínűsége, hogy meghal. Beszéltek vele? Kómában. Ja, igen. És? Ez minden? Nem, van egy nővér, aki nagyon szívóskodik. Azt állítja, hogy a kölyök azt mondta az anyjának, hogy elütötték egy Mercedes, a kocsi elhajtott. Cserben hagyás. Az anyja megerősítette ezt? Nem, nem hajlandó szóba állni velünk. Van egy halom rendezetlen büntető cédulája. Fél a rendőrségtől. Van egy öntudatlan áldozat, nincs egy szál tanúsa, a sofőr nincs meg. Ez az, amit mi csak lószarügynek titulálunk. Igaz, Mr. Kramer? Igen, de van egy kis hézag. Ismeri Bacon tiszteletest? Jaj, ne, kérem, uraim, ne. Kramer, ezt te csinálod, viszlát, sietek. Bacon tiszteletes? Micsoda tragédia! Elgázolnak egy ilyen kitűnő fiatalembert. Istenfélő, templomjáró, soha semmi baj nem volt vele. Épp csak leérettségizett, egyetemre készült. Egyszer csak jön valaki. Egy gazdag fehér ember egy nagy fehér kocsiban, és bum!
Elgázolják, és még csak meg sem állnak! Na, mi legyen azokkal a parkoló cédulákkal? Nos, mindenek előtt tisztelendő atyám, ó, bocsánat, tisztelhetem így? De még mennyire, hogy tisztelhet? Szóval mindenek előtt, tisztelendő atyám, bizonyítékot kell szereznünk, hogy itt valóban... Itt a bizonyíték! Oh, elnézést, kedves hölgyem, nem láttam, hogy itt van. Mrs. Lem nem tárgyal rendőrökkel. Amíg nem találunk neki egy rendes ügyvédet, én képviselem. Remek, nagyon jó. Csak néhány kérdést szeretnénk tisztázni, szóval a fiút elütötte egy autó. A Bruckner bulváron. Ártatlanul megy gondolataiba merülve. A cserben hagyásos gázolás tipikus esete. De igazán sajnálom, tisztelendő atyám, de nincsenek tanúk. Tanú nélkül pedig nincs bűnügy, ugye? Itt az anya vallomása. Ő nem szemtanú. Én elhiszem neki, és ön is elhiszi neki, de a bíróságon ez nem bizonyíték. Ide figyeljen! Ha ez a fiú a parksugárúton született volna, és két nigger elüti egy Pontiac Firebird-del, akkor mindjárt volna bűnügy, igaz? Én a parksugárúton és a Bruckner bulváron is dolgozom, tiszteletes úr. Mindkét helyen van jó is, és rossz is. Mindent megteszünk, hogy segítsünk a hölgynek. Uraim! Én azt szeretném, ha mindent bevetnének a nyomozásba. Ki kellene engedni egy kis gőzt? Milyen gőzt? Jól hallotta, gőzt. Mert népem lelkében nagyon felgyűlt már a jeges indulat gőze, és ez a gőz felrobbanhat. Ja, értem. Na hát, az ítélet napján én leszek a biztonsági szelep a maguk számára, mert jön a robbanás, és jön! Bizony hálásak lesznek nekem, hogy megvédem magukat. Igen, uram, az egyetlen nigger leszek, aki leengedi a gőzt, és megmentheti a maguk fehér seggét a mennybe meneteltől. Ezt én mondom. Hát ez igazán... Köszönöm, ugye? Köszönöm. Elnézést. Köszönöm. Köszönöm. Azt mondta, hogy az első betű egy R volt. A második betű E. Vagy P volt. Erre a két betűre emlékezett a rendszám táblából. Judy, nekünk is ide kellene költöznünk. Gondoltál erre? Hát nem lenne jó elköltözni New Yorkból. Egy kis lakást megtartanánk a városban, rengeteges spórolnánk. Mi a véleményed? Miről? Ne költözzünk-e New Yorkból? Ne. Apám is megtette. De te nem vagy az apád. Értette a módját, hogy tapossan a lelkébe. Nem. Sherman nem volt olyan, mint az apja. Egy cseppet sem. Az apja a Dunning Spongett és Litch oroszlánja. Nap mint nap metróval ment munkába egész életén keresztül. Aki még mindig hitt az elvekben és erkölcsökben, akinek a kötelességről és felelősségről vallott nézetei folyton ott visszhangzottak fia fülében. Nem. Sherman McCoy semmiben sem hasonlított az apjára. Mi az a részvény? Sherman, mit keresel abban az újságban? Semmi különöset. Mi az a kötvény? Igen, Sherman, magyarázd el. Igen, Sherman, én is kíváncsi vagyok rá. Hát igen. A kötvény egy papír, amivel az ember pénzt tud szerezni. Mondjuk valaki szeretne egy kórházat építeni, és ehhez sok pénzre van szüksége. Nos, ilyenkor először is kötvényeket bocsájt ki. Te szoktál utakat építeni? Oh. Hát, nem. Én nem építek hidakat. Én... Na most ugye... alaposan sarokba szorítom. Várj, majd én megpróbálom. Drágám, apu nem épít utakat, vagy kórházakat, vagy tulajdonképpen semmit. Apa kötvényekkel kereskedik, amitől másoknak pénzük lesz. Ezt már ő is mondta, de mi az? Igen, most képzeld el a kötvényt úgy, mintha egy szelet torta lenne. A tortát nem te sütötted. De minden alkalommal, amikor átadsz valakinek egy szelet tortát, egy kicsi mindig marad neked is. Apró kis morzsák lehullanak belőle. Morzsák? És te megtarthatod a morzsákat. Sokan eladták már a lelküket azokért a morzsákért. Szóval ezt csinálja a papa.
körbe kínálja a tortát, és utána felszedegeti a morzsákat, de nagyon sok morzsát kellene elképzelned, és aranytortát, és sok-sok pici aranymorzsát. És úgy gondold el, hogy a papa szalad, és összeszed minden szem morzsát. Hát ez a papa dolga. Hát így is lehet mondani. Tőlem ennyire telt, sajnálom. Elnézést. Azért az én időmben még volt valami tisztesség is benne. Hát, igen, igen. Most semmi ilyesmi sincs benne, igaz? Kivéve a pénzt. Nem én szabom meg a játékszabályokat, úgyhogy... Egyel több ok, hogy ne vegyél részt benne. Egy kicsit összekülönböztünk. Semmi komoly, csak... Eddig a pontig természetesen mit sem tudtam az egész ügyről. Soha életemben nem hallottam Sherman McCoyról, nem tudtam, hogy a neve nem sokára örökre összefonódik az enyémmel. Még csak nem is álmodtam, hogy sorsunk szálai elválaszthatatlanul egymásba fonódnak. Megvolt a magam baja, és nem is sejtettem, hogy Sherman McCoy lesz a megoldás. Rossz fiú. Billy. Caroline! Ismered Filippot? Caroline, te sátán! Péter, te disznó! Gyere, így áll velünk egy poára. Kísérőben vagyok. Aha, méghozzá nagyon jó képűvel. Mi? George! Filippo Kiradré művész, Peter Fellow ex-művész. Enchanté, Filippo. Ma egy kicsit sokan vagyunk, te mondjuk ideülsz Billy kortezölébe. Caroline pedig majd a fejemre ültetem. Köszi, Peter. A múltkor is valami ronda fertőzést kaptam, amikor a fejeden ültem. Jó estét, Peter. Jó estét, Gerard. Ne állj fel. A lányomat ismered, ugye? Hogyne. Hogy van Melvin? Ő az egyik láthatatlan alkalmazottam, újságíró. Állítólag a lapomba ír. Érezd magad megtisztelve. Ritkán látható. Várj, hadd magyarázzam meg. Megmagyarázom, gyere, ígyünk egyet, meghívlak. Köszönöm, nem. Egy zárt körű vacsorára. Jó, úgy se ettem még. Tudod, tegnap este vacsorára voltam valakinél, és a pudingevés közben egy 4 éves forma kislány jött be, babakocsitolva maga előtt. A babakocsiban friss szar volt. Gondolom a sajátja. A szülők csak mosolyogtak rajta. Sokat investáltam beléd, Peter, időt és pénzt, és nem jött be. Én is megtehetném, hogy csak mosolygok, de nálunk, ha a szar kerül be a házba, feltakarítjuk. Eltüntetjük, érted? Volt nincs. Nem tesszük kaviárként az asztalra. Persze, természetes, Gerald. Én dolgoztam. Ide hallgass, egy óriási sztorin dolgozom, most még nem beszélhetek róla, de óriási sztori a város legkíresebb embereiről. Komolyan. A legőszintébben remélem. Gyere, Evelyn. Viszontlátás. A szakadék szélén álltam. Láttam közeledni a véget. Közeledni ugyan már ott is volt. Minden lehetőségemet belefojtottam az italba. Vége volt mindennek. Szembe kellett néznem ezzel a ténnyel. Egyetlen út állt előttem, hogy hazaköltözzem vidékre. Elszegődni a helyi laphoz. Esetleg egy-két regényt megírok. Vagy felvágom az ereimet. Még ez az utóbbi tűnt a legvonzóbb lehetőségnek, mert ez volt a legkevésbé fárasztó. És ekkor megszólalt a telefon. Igen. Peter! Itt Albert Fox! Peter! Peter! Halló, Peter! Tessék, itt Peter beszél. Iszonyú a hangod! A pulzusod ver még? Hívtalak a lapnál. Senki se tudta, hol vagy, hogy vagy-e egyáltalán. Valamiről lemaradtam? Nem, semmi, csak ma itthon dolgozom. Jó. Ide figyelj, Peter, valamit szeretnék elmondani neked. Óriási sztori szerintem. Akkor az NBC 4-es stúdiójában találkozunk 7-kor. Ciao. Jó. Ciao. Átnézted a Henry Lamb anyagot? Igen, átnéztem. Na és? Mi a véleményed? Hogy mi?
Hát bizony nagyon szomorú történet, Albert. De hol van ebben a nagy sztori? Egy szegény, ártatlan, fekete srác bandukol az utcán. Egyszer csak bum, elgázolják. Van, akinek nagy sztori van ebben, Peter. Mit nevetsz? A feketék ott állnak teljes fegyverzetben, és egy biztos, a békünk tiszteletes ráhajt valamire, ott kőkövön nem marad. És neked mi érdeket fűződik-e? Ha? Miért akarod bedobni magad? Én jogász vagyok, Peter, az igazságért harcolom. Jaj, ne, Albert. Békünk tiszteletes a jó barátom, az ő jóvát szolgálná. És ismerve kicsit a helyzetedet, gondoltam, neked se ártana, ha te lennél, aki felcsinél a szolgálat. Megálljunk egy percre. Mit jelent az, hogy ismered a helyzetemet? A főnököd nálam vacsorázott egyik este. Mondott néhány dolgot. Értem. Ugye neked van egy kislányod, Albert? Igen, van egy kislányom. Fogadjuk, hogy van babakocsia. Igen, azt hiszem van. Miért? Van egy kis viszki a kocsitban. Harry Lamb? Ki az? A tanítványa volt a Rupert gimnáziumban. Angolt tanított neki. Igen. Mit csinált? Hát ez az. Ő nem csinált semmit. Baleset érte. Súlyosan megsebesült. Én riporter vagyok. Én nem emlékszem rá. Azt szeretném tudni, milyen diák volt. Nem emlékszem rá, úgyhogy azt hiszem rendben volt. Lehetne azt mondani, hogy jó diák volt? A Rupertben nincsenek jó diákok. Vannak tűrhetők és vannak életveszélyesek. Az anyja szerint tovább akart tanulni. Ja igen, gondolom itt a helyi főiskolán. Nyitott politikát folytatnak, úgyhogy aki idevaló, elvégezte a középiskolát, és még van benne szúsz, azt felveszik. Mit tudna mondani az osztályban végzett munkájáról? Volt valami különösebb képesség? Nézem, Mr. Fellow, Peter Fellow. Mr. Fellow, 65 diák van minden osztályban. Tesztek, házi feladatok, bármilyen írásbeli dolgozat. 15 vagy 20 év óta nem szokás ilyesmiket iratni nálunk. Tényleg? De hát akkor mi alapján ítélik meg ezeket a gyerekeket? Mégiscsak kell lennie valaminek, aminek alapján megállapítja, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Osztályzatokra meg bizonyítványra igen, gondol. Igen, mi pontosan. Nem foglalkozunk ilyesmivel. Az a lényeg, hogy a kölykök ne az utcán legyenek. A Rupertben az a jó tanuló, aki eljön az iskolába, és nem köpi szembe a tanárt. Na és ezzel a mércével mérve, Harry Lamb jó tanuló volt? Hát... egyszer se köpött szembe. Nem, Bernard. Eltúlzod a dolgot. A frank nem kont. Nem. Elhalaszthatjuk az egészet jövő januárig, vagy ellenügyletet kötünk. Nem. Szerintem nincs rá szükség. Nézd. Nézd, Bernard, mi... volt részesedésünk a... Ugye? Ugyan, ezt nem is lehet problémának nevezni. Légy szíves, ne hergeld fel magad. Kész öngyilkosság. Jézusom, hadd nézzem sem. Nem, nem neked szóltam, Bernard. Osztály első kómában a zsaruk keresik a gázolót. Várj, várj, mi a fenéről beszélsz egyáltalán? Jaj, Bernard, ne halogassuk, most már répni kell, mert... Bernard, kibocsájtunk fantom részvényeket. Nem, most már szedjük össze magunkat és megcsináljuk. Ide figyelj! Bernard! 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 De már késő volt. Ez ugrott. 600 millió dollár. Aki a Wall Street-en ideges, az meghalt. És Sherman tudta ezt. Sherman! Szia! Na hát! Képzeld, ebben a pillanatban gondoltam rád, hol voltál? Láttad már ezt a hazudozást? Puszítsek a bók. Olvastad? Tudod, hogy én csak periférikusan olvasok újságot? Talán periódikusan. Maria! Maria! Ki a fene lehet ez a Peter Fellow? Össze-vissza hazudozik. Mintha szándékosan... Már elnézést, uram, de mit csinál maga itt? Új telefonvonalat szerelünk be az egész házba, a gondnok engedett be. Maga Caroline hívt senk? Egy aláírás kellene. Én nem lakom itt, én csak Miss Hívsenk vendége vagyok. Vendég? Igen. Jó, semmi gond. Kész is vagyok. Jó, köszönöm. Majdnem lebuktam. Mi folyik itt? Nem tudom. Caroline 300 dollárt fizet ezért a lakásért. Itt lakbérstopp van. Nekem kiadja 1001-ért, de ez illegális. Jól jönne nekik, ha lebuktatná Caroline, de előbb bizonyítaniuk kell, hogy ő nem lakik itt.
Nem furcsa, hogy ez az ürge épp ma tűnt fel itt? Azután a rémes újságcikk után? Sherman, te teljesen paranoikus vagy. Ide hallgass, nekem körülbelül 20 perc múlva indulnom kell a repülőtérre, úgyhogy nincs sok időnk. Gondolod, hogy lenyomozták a kocsit? Nem is tudják a számát, tanuljuk sincs. Az egyetlen ember, aki felismerhetne, terminális komótozisban van. Igaz, de ott a másik fiú. Mi van, ha az is felbukkan? Ha akart volna, már felbukkant volna, Sherman. De nem akart, és pedig azért nem, mert bűnöző. Úristen, de pocsékkép. Filippo Girardi, Caroline barátja. Ismered? Remélem nem. De jó ég, Mária, ez rád hasonlít. Ugyan már. Te hová még? A reptére, mondtam már. 10 perc múlva itt lesz, értem a kocsi. Sherman, egy rökkére van még idő. Nem. Mária, 600 millió dollárt veszítettem ma. Esetleg az állásomat is. Nem vagyok valami szexis kedvemben. Tudod, hogy bukok rá, ha puha, Sherman. Mária, te javíthatatlan vagy. Te, Mária, mégis csak el kellene mennünk a rendőrségre, majd szerzünk egy jó ügyvédet. És tudjuk be a fejünket egyenesen a tigris szájába? Én vezettem az autót, Sherman. Végül is nem nekem illene eldöntenem, mit csináljunk. És én azt mondom, nem, Sherman. Bíz bennem. Semmi következménye nem lesz ennek a cikkecskének. Abszolút semmi. Kedvesem, itt várjon, hamarosan visszajönnek. Mr. Fellow, a mi hősünk. Üdvözlöm, atyám. Úgy érzem, mintha már réges-rég ismernénk egymást, Mr. Corzáró. Üdvözlöm, uram. Örülök, hogy újra uraim, exkluzív jogokat adok önöknek, értenek engem? Tudják, kihívhattam volna bármelyik lapot vagy tévéstúdiót a közvetítésre. De én önöket választottam. Nagy felhajtást kérek. Mindent bele, uraim. Akkor munkára fel. Menjünk. Tiszteletes úr, ön azt várja tőlünk, hogy a bolhából csináljunk elefántot. Őszintén szólva... Az őszintességnek semmi köze ehhez az egészhez, Mr. Fellow. Ez itt show business. Márpedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. Szerintem sem. Én viszont afféle újságíró volnék, igen, aki... alkoholista. Legalábbis engem így informáltak. Kis ilyen kirúgták az állásából, vagy rosszul informáltak? Azt hiszem, rosszul választott. Nem, én nem hiszem. Egy kicsit sem. A tévé kész, tiszteletes. Oké, fiúk. Állíts nagy látószögre, Jim. És maradj úgy, ameddig bírsz. Jó fej, mi? Az jó. Ezt tudja, mit csinál, igaz? Ki használja a sztorit, igaz? Persze. Helyes kölyök ez a Henry Lamb. A szomszédai szeretik, semmi gond vele, jó tanuló. Nem vitás, öregem. Én persze semmit nem tudok róla, de mire befejezem a műsort, a gyerekből szent lesz, az biztos. Igen, igaz. Tiszteletes úr, indul a kamera! Fivéreim, nővéreim! Összetört szívvel állok itt előttetek. Haragos szívvel állok előttetek. Összetört a szívem, mert szomszédunkat, testvérünket, fiunkat, Henry Lambet, fiatal élete virágában kegyetlenül durván eltaposták. És most kórházban fekszik. Összetörten, mint az én szívem. De bizony mondom, haragos is az én szívem. Igen, haragos. Mert annak az autónak a vezetője nem tett érte semmit, a légvilágon semmit. És a rendőrség sem. És ez az ember sem. Mr. Abraham Weiss. Ez én vagyok. A kurva életbe. Ez az ember. Hátat fordít. Ki a fene maga? Én Kramer vagyok. Itt vagyok, ügyészgyakornok. Itt dolgozom. És én ígérem nektek, ezt nem hagyom annyiban! Nem! Válaszul Izrael felszólította.
Az állami törvényszéki hivatal... Ugyanakkor a rendőrség információja szerint 200-nál kevesebb Mercedes van, amelynek rendszámtáblája RE, R vagy RB betűkkel kezdődik. Ők hogy tudtak hozzájutni ehhez az információhoz? Kinek az oldalán állnak? Nyugi, Ébi, nyugi. Nekünk is megvan ez az információnk. Több mint egy hete. Akkor miért nem csináltok semmit? Miért nem nyomoztok a kocsi után? Az az igazság, hogy én javasoltam... Mi vagyok én? Óza nagy varázsló, nekem kell kitalálnom mindent. Nyomozzunk a kocsi után. De, igen. Nyomozzunk a kocsi után, Ébi. Nincs egy tanunk se. Azt se tudjuk, hogy hol történt. Azt se tudjuk, hogy megtörtént egyáltalán. Nyomozz ki, Ray. Ébi, akkor sincs semmi, ha netán megtaláljuk a kocsit. Ha megtaláljuk a sofőrt, és ha a sofőr odajönne, és azt mondaná, ja, tényleg, igen, hogyne, persze. Én ütöttem el azt a gyereket egyik este, én persze, de sajnos nem álltam meg, nem is jelentettem, de én vagyok az, én tettem, én voltam, akkor van ügy. Nyomozz le azt a kurva autót, Ray. Tegnap még köztiszteletben álló zsidó liberális voltam. 10 másodperc a híradóban, és egyszerre csak rohadt rasszista disznó vagyok. A digok boldogok lesznek. Az írek is. És az angol szászok. Ők mindennél jobban élvezik majd. Imádnak rajtam röhögni. Na, sok rohadt pénzes zsák, és azt hiszik, még mindig övék ez a város. Ülnek a luxus lakásaikban, a park sugárúton, Sejemben, Bársonyban, külön száll nekik, külön száll a cselédeknek. Azt hiszik, a pénzük megvédi őket. Szemétépség! Legszívesebben alágyújtanék a fehér seggük alá, hadd tudják meg, mi az. Lássa meg a füstöt az egész harmadik világ. Hadd érezzék, milyen az portorikóinak, a nyugat-indiainak, a kubaiaknak, a koreaiaknak, az albánoknak, a Fülöp-szigetieknek, vagy a feketéknek, akárhonnan. A jövő itt dörömböl a kapun. Nevetnek? Nevetnek? Na jó, megmondom, mit csinálunk. Megfordítjuk ezt a dolgot. Addig élek is. Bebizonyítjuk ezeknek a kurva niggereknek. Bocsánat, Howard. Szóval bebizonyítjuk a niggereknek, hogy mi szívből szeretjük őket. Kerülembe kerül. Nem vagyok rasszista, Biboldó. Novemberben. Úgy gondolnak majd rám, mint Franz első fekete főügyészére. Ribánkodni fognak, hogy legyek a polgármesterük. Az fix. Meggyerjük a választást. Az nem vitás. Ezt fogjuk csinálni. Ezt. Akkor is, ha minden fehér seggfejet meg kell baszni érte Olberitől a Park Sugar útig. Mint általában. Itt jön Mr. McCoy. Hello, Tony. Eddie vagyok, uram. Ezek Martin az uram... vagyok, a kollégám Goldberg. Nyomozók vagyunk, egy baleset ügyében nyomozunk. Talán hallott már róla. Igen. Láttam a televízióban. Este még mondtuk is a feleségemmel, hogy na hát, te jó ég, nekünk is mercink van, és erre kezdődik a rendszáma. Vannak még néhány. Igazán? Ja, igen, persze. Tessék, hajtanak esetleg... De csak ha nem zavar. Nem. Természetesen. Mindössze néhány kérdést tennék. Persze, hogy nem. Meg tudnám mondani, használta-e a kocsiját azon az Mikor is volt az? Egy hete kedden. Hát nem is tudom, át kell gondolnom egy Más pillanat. Is használja a kocsit? Ó, persze, a feleségem néha. És a garázs alkalmazott. A parkolóban? Igen. Ott hagyja nekik a kulcsot is, igen. Esetleg megnézhetnénk? Hát... A kocsit? Igen. Amikor elmegyünk, vetünk rá egy pillantást. Egy ilyen balesetnél Köszönöm. Mindig marad rajta valami. Igen, ha nem találunk semmit, kihúzzuk a listáról és leszállunk magáról. Most akarják megnézni a kocsit? Igen. Jó, értem. Tekintve, hogy a sofőrről nincs személyleírásunk, a kocsit keresünk, sajnos emiatt egy csomó embernek alkalmatlankodunk. Igen. Elnézését kérjük a zavarásért, ez csak ilyen rutinvizsgálat. Értem. De ha a rutin, akkor ugye nekem is kellene, hogy valahogy nekem is kellene ebben a helyzetben valami rutin. Szóval úgy értem, mint az illető autó tulajdonosa, érti? Nem értem. Hát úgy értem, hogy ha a nyomozásban van rutin, szóval akkor nem tudom, hogy hogy szokás az ilyesmi, de arra is kell, hogy legyen rutin, hogy ugye mit csináljon egy ilyen helyzetben az autó tulajdonosa, jelen esetben én, hogy mi a rutin.
Mi csak meg szeretnénk nézni az autóját. Hát éppen ez az. Érti? Nem. Mr. McCoy. Nem akar mondani nekünk valamit? Nem. Nem értem, miért? Hát csak azért, mert ha akar, most van itt az ideje. Még mielőtt felpörög a dolog. Nem. Nézze csak, én a biztonság kedvéért, tudják. Én csupán azért, mert figyelj azt hiszem, rám. Hogy... Igen? Ha együttműködik velünk, akkor minden rendben. Ha valami oka van rá, hogy ne tegye, tudnia kell, hogy semmit sem köteles mondani. Ehhez joga van, azt tudja. Ha nem akar, semmit sem kell mondania. Joga van ügyvédet fogadni. És ha netántán erre nincs anyagi fedezete, az állam költségmentesen kirendel ügyvédet. Ha óhajtja. Nos, nézzék, azt hiszem, hogy én... hogy... beszélnék egy ügyvéddel. Erre én? Mint egy mellékesen felsorolom. És ráadásul felült a hapsi íróasztalára. És erre ő mit csinál? Semmit, semmit a világon. A szeme majd kiguvadt a kis mocsoknak. Érzem, hogy vajban a fülemögön. Mr. Weiss, szerintem megvan az űrge. Miről beszél? Ki van McCoy. Meg? McCoy. Sherman McCoy. Elkaptuk. Gondolja, hogy ő persze. Volt? Azt hiszük, de semmi biztosat megvan, nem tudunk. A barsugárúti Jürgi, az apja vezette a Dunning Sponge & Leach céget. Folyton szerepel a lapokban. A neje menő társaságbeli kurva. Ez véget vetne a fehér bíráskodáshoz való baromságnak. Nébi, nincs egy rohadt bizonyítékunk sem. Ki lehet szedni belőle, behozzuk kihallgatásra, aztán jöhet a nyilvánosság. Nyilvánosság? Mire fel? Az egyetlen tanú kórházban van, haldoklik. Ide figyelj. Ne hallgass erre a marhára, igyekezz, be kell énnem Manhattanbe beszélni. Uram, hallgasson ide, biztatnia kell a város szegényeit, meg kell értetnie velük, hogy justícia vak. Tudják meg egyszer és mindenkorra, hogy akár fehér és gazdag, akár fekete és szegény, a bíróság előtt mindenki egyforma, remény kell a népnek. Megcsípjük a fehér nyakát? De meg ám. Tetszik nekem ez a fiú. Megyek, mondom neki, én vagyok a kirendelt ügyvédje, erre ő. Nekem nem kell nigger ügyvéd. Küldjön egy zsidót. Ha, rendes ürge. Háromszor kapták el kábítószerrel, üzletelni akar. Azt állítja, hogy ott volt a balesetnél? Azt állít, amit akarsz. Halló, hívja fel nekem Andrewt itt Bronxban. Mondja meg neki, hogy sürgős a Henry Lamb ügyben. Gondolom, majd előkerül az a másik fiú. Volt ott egy másik fiú is, nagy darab fiú. Én elhiszem. Tehát ők tették oda a kereket. Ki akarták rabolni? Igen. Ez jó ok arra, hogy ne kerüljön elő. Csak maradjon nyugton, ne izgassa magát. Oké. Okay. Nézze, magát nekem úgy ajánlották, mint a város legjobb ügyvédjét. Én nem vitatkozni akarok, de nem azért jöttem, hogy... Szóval én elébe akarok menni ennek a helyzetnek. Én nem akarom, hogy elmérgesedjen. Vagyis mit óhajt tenni? Vagyis azt gondoltam, átveszem a kezdeményezést. El akarok menni a rendőrségre Mariával, Mrs. Ruskinnal, és elmondom nekik, hogy mi történt. Ha nem is ismerem a törvényt, abban bizonyos vagyok, hogy morálisan helyesen cselekedtünk. Adott körülmények között, ugye... Maguk Wall Street-i cápák. Ennyire nyulak? Gyersze, maga teljesen megőrült. Na de... Fel fogják falni. Élve megnyúzzák. De miért? Felejtsük el a politikai futballt. Felejtsük el a tévét, Bacon tiszteletest és Weiss közelgő választási kampányát. Ezt mind felejtsük el. Csak arra gondoljunk, hogy ha valaki a bronxi bíróságon dolgozik, és nap-nap után csak hottentottákkal van dolga, Sancho Rodriguezek, Chong Wongok és Shabazz Kazán Tomalik, ég a vágytól, hogy egy ilyen szép fehér pára, mint maga és Mrs. Ruskin rátesse a kezét. A torta negyedből, érti? Ha beszélni kezd, azonnal letartóztatják. És óriási műsort csinálnak a letartóztatásból, és nagyon-nagyon kellemetlen lesz, ezt garantálom. Egy biztos, nem érezni jól magát egy dél-bronxi dutyiban. Halló. Jó, adja. Várok. Beszélnem kell majd Mrs. Ruskinnal is. Úgy tudom, ön is a jélen végzett. Igen, maga is? Igen. Mi a véleménye róla? Nem rossz. A jogi fakultás elég jó. Hát persze egy kicsit túlzottan elvont, tudja? Kiváló mindenre, csak arra nem, hogy élő emberekkel foglalkozzon az ember. Halló, Andreotti, te ki szemét digó. Hát hogy vagy? Igen? Épp itt ül nálam Mr. Sherman McCoy. Igen. Jó. Mit? Hogy? Hát nem tudom, van-e szüksége ügyvédre. Te mit gondolsz?
Jó, szóval mi van? Na, mi van? Jó, persze. jó, oké. Oké. Van egy kis hézag. Mi az, mi a baj? Letartóztatják. És midőn katasztrófa elé nézett a hivatásában, a házasságában, miközben a rendőrség kivetette rá a hálóját és egész élete kizökkent régi kerékvágásából. Maga és mások elveszejtésével. Maga Judy McCoy férje? Oh, igen. Ismeri Aubrey Buffingot? Költő. Nem. Javasolták a Nobel-díjra. Oh, hello. Écces. Az operáról beszélünk. Közel az ég haragja. Az igazság órája jön. Látom a halált hozó viharfelhőt lebegni a feje fölött. Látom a szakadék megnyílik előtte. Nem bánja meg bűneit a gyalázatos, még az utolsó pillanatban sem. Elnézést. Elindult felé. A bambán vigyorgó pofák közt. A bájtsebegésbe merült csoportok, a fogyásban tökélyt elért társaságbeli csontkollekciók között. Úristen, hát ez az ő világa. De mielőtt válaszolhatott volna erre a kérdésre, azt látta, hogy Mariát bemutatják a feleségének. Maria most érkezett Olaszországba. Repülőgépeken él ez a nő. Úgy jár oda-vissza Olaszország és New York között, mint egy ping-pong labda. Most vett egy házat a Komboitónál. Most van az italiano korszaka. Ismered Nanelli Voidot? Nem. Na végre. Örvendek. Bobby Shelfet az operából. Igen. Hello. Örvendek. Arthur Raskin. Igen. Ciao. Örvendek. Felesége Maria. Örvendek. Már találkoztunk. Az én családomban egy árva olasz sem volt. Bobby, te jól tudsz olaszul. Sherman, mennyiért próbálnál meg egyszer érdeklődést mutatni? Ne, be akarom mutatni neked Aubrey Buffingot. Kit? Aubrey Buffingot, a költőt felterjesztették Nobel-díjra, écces, imádnivaló. Sherman, a terem közepén áldogálunk kettesben. Házas pár létünkre egymással csevegünk, ez illetlenség, menj, vegyülj el. Kérlek. Amikor módja lenne a megbánásra, visszautasítja. Visszautasítja a bűnbánat lehetőségét. Az ételt, az italt, a hús örömeit nem tudja megtagadni, hiába minden. Jaj, de cuki vagy, megőrülök, értesz? Maria, Sherman, kerülünk el a nyilvános találkozást. Ismered Boris-t, balettáncos? Nem. Boris Karleszkov, Sherman McCoy. Örvendek. Zdrasztvíj. Részemről, a szerencsére. Defektív az édes. Talán defektes. Nem, hanem egyáltalán nem beszél angolul. Tényleg, biztos? Tisztában vagy vele, hogy mi történik, és olvastad az újságokat? Boris, drágám, beleharaphatok a seggedbe. Encore du champagne, s'il vous plaît. Látod, egy kukkot se ért. Maria, feltétlenül beszélnünk kell, a legváratlanabb dolog történt. Majd beszélünk, de kérlek, mosolyogj, mert a férjem bámul. Látod? Olyan elégedett magával.
Most kötött egy új üzletet, charterjárat. Arabokat szállít majd Mekkába. Maria, engem reggel őrizetbe vesznek. Persze, a repülőgépeket is mondom, őrizetbe vesznek. Rohacsokat keresnek. Remélhetőleg nem lesz nagyon rémes. Az ügyvédem hagyját, ha annak lehet nevezni, de biztosítottam. Épp ma! Cselédek előtt, Sherman. Képzeld el, hát ezek után hogy vezessem a háztartást így megalázni a személyzet előtt? Ezt nem tűrhetem. Igen, igen, igazad van. Igazad. Bocsáss meg. Miről is beszéltünk? Előkerült a másik fiú, azt mondja, hogy én vezettem. Holnap reggel őrizetbe vesznek. Tudni szeretném, hogy... Szóval, mit mondjak, ki vezetett? Ó, Sherman! Maria, drágám, a tanácsodat szeretném kérni. Sherman, ismeri Aubrey Buffingot? Az történt, hogy a tervezőm... Mint annyian közülünk, amíg a halál karjába nem vesz, és el nem égünk az élet tüzében, míg a szellem nem ránt a pokolba, mint Don Juant, fülünk a szellem szavát visszhangozza. Bánd meg! Bánd meg! Vigyázzon a ruhájára. Igen. A kölyköm összekente valami ragasztóval az ülést ott hátul. Hogy van? Lehetőleg jobban. Szóval azt mondja, hogy formalitás az egész? Semmi gond. Megint. Jó. Beszéltem Máriával. Találkoztunk tegnap este, ha szükség lenne rá. Ja, akkor értem. Azért utazott el ma reggel. Ismer valami olasz festőt, Filippo Sarutti, vagy valami ilyesmi? Nem ismerem. Úgy tűnik, a barátnőjének új barátja van. De nem hisz, tegnap este... No, nem kell félni. Rutin az egész. Még egyszer beszéltem Andreottival tegnap este, és megígérte, hogy gyorsan lezavarják az egészet. Senki nem fog tudni róla. Meg kell bilincselnünk. Mi? Ott lesz a nagyfőnök is. Meg a sajtó. Várjon, mi az Isten? Miféle sajtó? Tegnap este beszéltem Ray-jel. Megígérte, hogy semmi felhajtás. Weiss csinálja. Weiss adta ki a parancsot ma reggel. Na, ezt megkeserüli. Természetesen ott voltam ezen a napon. Ez a nap a várva-várt találkozás napjának ígérkezett. Végre megismerhetem Sherman McCoyt. Amikor végre feltűnt a kocsi... Na de mégis, mi ez itt? Kik ezek? Mit keresnek itt? Ez az én sztorim! Sherman McCoy az én művem! Az én kreációm! Menjünk innen! Menjünk! Sherman! Miért ütötted el azt a gyereket, Sherman? Miért tegye ütötted rá el? A bilincset! Ha fehér lett volna, akkor is ott hagyod! Börtönbe visznek. Tá, ugyan! Ne tegyen vallomást! Ne tegyen vallomást! Ne beszéljen senkihez! Odafönt találkozunk, oké? Okay? Börtönbe. Utat! Utat! Sherman, ne tegyen vallomást, ne beszéljen senkihez! Odafönt találkozunk! Nehogy vallomást! Nincsenek itt. Csendet!
Csendet! Rohadt szemét! Mr. McCoy, ismeri a vádat maga ellen? Mi? Mit tud felhozni a védelmére? Nagyon sajnálom. Kérem, bocsássanak meg. Nagyon sajnálom. Csendet! Őszintén sajnálom, ami történt. Kérem, bocsássanak meg. Bocsássanak meg az életemért és mindenért. Én igazán sajnálom, én megbánom minden. Fogja már be a száját. Higgyék el, én védelcem nem érzi bűnösnek magát. $10,000 óvadék fejében szabadlábra helyezem. Szemét! Rohadt szemét! Csendet! Azt mondtam, csendet! Üljenek le! Leülni! Bíró úr! Bíró úr! Bíró úr! Kétlem, hogy az igazság érdekét szolgálná, ha futni hagynánk ezt az embert. Azért a rongyos $10,000. Bíró úr! Mr. Kramer pontosan tudja, hogy a védelcem nem szökik meg az igazságszolgáltatás előtt. Gondoljon az érintett negyed lakóinak érzéseire is, kérem! Micsoda ostobaság! Az óvadékot a bíró úr már kiszabta! Mr. Weiss személyesen azzal bízott meg, hogy $250,000 óvadékot kérjek készpénzben! Csöndet! Csöndet! Teljesen. Mr. Kramer, amennyiben rendelkeznek bármilyen az ügyre vonatkozó információval, amely az óvadék emelését indokolja, nyújtsanak be hivatalos kérvényt. Addig is $10,000 óvadék ellenében szabadlábra helyezem Mr. McCoyt. És most fejezzék be ezt a cirkuszt! Bíró úr, az ön döntése nem csak a jogon egy kitörölhetetlen foltot. Mr. Kramer, végeztem! Hanem megbántja az emberek egészséges igazságérzetét is. Mr. Kramer! Visszaél a büntetőjogrendszer egészével. Nem pedig visszaél a türelmemmel. Bíró úr! Mr. Kramer, a bíróság felszólítja, hogy fogja be a száját! Fussatok! Fogjátok meg! Ez az, el lesz a vágy. Ez az. Hát, megismerkedésem Sherman McCoy-ja így sikerült. Eltűnt, mielőtt beszélhettünk volna. Kezdtem felismerni az erőmet, az elszabadult szenvedélyeket, amit az én kis cikkem váltott ki. Menjetek! Sakálok, kutyák! Csaholva üldözik a szabad prédát. Úristen, én is egy vagyok közülük. Jó van, legyen az övék, ami sok, az sok. Összegyűjtöttem maradék méltóságomat, és úgy határoztam, hogy hazamegyek. Elnézést, nem tudja, hogy hol találok egy taxit? Sherman McCoy vagyok. Igen, tudom. Mit keres itt? Egy taxit. Ott van McCoy! Jobb lesz, ha eltűnik gyorsan. Jöjjön, lemegyünk a metróba. De ne, én nem szoktam metróba járni. Én sem. Tartozom egy bocsánatkéréssel. Nem, de hogy nagyon segít, nem tudja, ki vagyok. De nem számít, semmi probléma, nagyon köszönöm. Várjon, én azt hiszem, mennem kéne.
Ugyan, hova? Azt hát, se tudja, hol van. Nem, még gondoltam, hogy kiszállok is. Á, jöjjön, jöjjön. Üljön le. Üljön le ide. Hadd én gondoskodom magára. Kér egy kortyot. Ja, nem, köszönöm, nem. Na, szarni ne. Rájuk. Mit tehetnek? Becsukják. Hát végül is. Köszönöm. Megáll ez valahol a park sugárút környékén? Ez nem jellemző. Az apám minden áldott nap metrón ment dolgozni. Igen? Hm? Igen. De gondolom nem Dél Bronxban laktak. Nem. Úristen, hogy nézek ki. Hát, elég szarú fest. Az illata se valami kellemes. Én azt hiszem, tegnap a börtönben összepisáltam magam. Nesze. Húzd meg, pajtás. Kösz. Nincs mit. És akkor jött az a cikk, az a Peter Falu nevű alak. Összehordott hetet havat, egy szemmel igazság sem volt benne. Most miért csinálják ezt vele? Miért csinálják? Itt mondja meg! Itt kell majd leszállni. A keresztneveben szólítanak és tegeznek. Mintha ismernének, mintha gyerek volnék, érti? Az ügyész, a rendőrök, az újságírók. Hogy lettem hirtelen ilyen fontos? Nem vagy te fontos. Az ebédjük vagy. Egy hét, egy hónap múlva ezek az emberek nem emlékeznek rá, hogy mit tettek ebédre. Köszönöm mindent. A rendőrséget, okay. A rendőrséget azt kellett volna kihívni rögtön, akkor rögtön, de nem lehetett. Nem én döntöttem így. Hogy nem? Nem ki? Nem is én vezettem a kocsit. Nem is én. Sherman! Sherman! Menjen már! Egy pillanat, Sherman! Édesfiam, mi ez a sok néger itt hátod? Semmi. Sokan nem van érdekes. A Sherman, te vérróka! Ne hagyd, hogy rád másszanak a firkások! Mi az egy banda? Mit a piaci pofátlan. Legyek? Döngenek a szar körül! Hesegesd el őket, pajtás! Aztán úgyis visszaszállnak a szarra, nem igaz? Én meg azt hittem magáról, hogy egy unalmas fráter. Igen, elnézést. Bravo! Sherman! Gratulálok! Tárgyaltál már valakivel a televíziót? Nem, mert szívesen csinálnék belőle valamit. Nem eddig érettek. Persze, igen. A fai jellegét letompítanánk, és egy kicsit szimpatikusabbra vennénk a figurádat. Igen, értem. Nézd, ezek szerint én vagyok az első. Igen, talán egy kicsit túl korainak tartod, de addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Igen, a vasat azt hogy ne, persze. Te bocsáss meg, ne haragudj. Szarni rá, igazad van, figyelj, hogy csak kinyalom a seggedet a jogokért. Legyen 250.
Megírjuk a könyvet, sorozatnak adjuk el 500 000-ért. Ha lesítelnek, garantálom a dupláját. Jó, de hagyd már békén. Jó, hagyj el békén, légy szíves, kösz szépen. Jézusom. Szia. Rali. Nem akartalak félbeszakítani. Úgy örülök, hogy látlak. Jim kérte, hogy jöjjek el. Igen. Igen, persze, Jim. Te még nem volt módon csak azt üzeni, hogy ha bármiben segíthetünk, igen. Hát... Jó, igen. Tudod, de tudod, kell egy-két nap, amíg ne, 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 nem kell bejönni, ugyanis azért jöttem, tulajdonképpen ezért is küldtek el hozzád, ugyanis nem kell bejönnöd, vagyis ne is gyere be, nem akarják, hogy begyere. Úristen, Sörmen, nagyon sajnálom. Tudod, ez az ügy is, meg a Zsiszkár részvények, azért 600 millió dollár. És ez végleges? Igen, a cég úgy gondolja, hogy sajnálom. Elnézést. Judy, nem, most mi van itt? Mi? Itt vacsora. Hetekkel ezelőtt megbeszéltük, talán ha belenéztél volna napfáradva. Judy, kérlek, vedd figyelembe a körülményeket. Én... Ja, igen, ismerem a történetet. Hallottam, és láttam a televízióban. Sajnálom. Judy, én őszintén, hidd nekem, én becsaptál őszintén... Becsaptál minket, Sherman. Engem, Campbellt és magadat is. Engem viszont elnöknek választottak a múzeum alapítvány szervező bizottságába. Hála neked! Hát mit mondjak, az élet megy tovább. Részemről megpróbálom bírtósággal elviselni ezt a rémületes helyzetet. Judy, kérlek, meg tudsz bocsájtani? Azt hiszem, mindent meg tudnék bocsátani, csak egyet nem. A televíziót. Elhagylak, Sherman. A parti után. És most megbocsáss, vendégeink vannak. Ne, Judy, ne, Judy! Szörnyen sajnálom, hogy most kell zavarjalak. Nagyon rosszkor jövök. Bolárd, nem, dehogy, annyian vannak. Tudod, beszéltem a lakóbizottság tagjaival, egy-kettő kivételével, és azt akarom mondani, hogy számíthatsz a támogatásunkra. Köszönöm, Bolárd. Tudod, meg akartam halni. Amikor abban a tárgyalóteremben voltam, és mindenki a nevemet kiabálta, és én... Igen. Akkor... Hihetetlen. Akkor eszembe jutott, hogy van nekem egy puskám. 12 lövetű, kézi! Sherman, mi már nagyon régóta ismerjük egymást. Együtt jártunk iskolába. Apám jóban volt apáddal. Barátként és a lakóbizottság nevében is beszélek. Azon gondolkoztam, hogy fogom a csövet a számba venni. Ezen gondolkoztam, hogy fogom meghúzni a ravaszt. Olvastam egy emberről, aki már levette a cipőjét, és a lábujjával húzta meg a ravaszt. Elhiszem, hogy nagyon kellemetlen lehet most neked. Ez puska. Na? Hogy csináljam? És ki talál rám? Erről van szó. Nem gondoltál rá, hogy lakóhelyet változtass, amíg elcsendesednek a dolgok? Költözzek el? Hát... Ez az otthonom. Én megértelek, de... Nem tudok hová menni. Az életemre törnek. Meg kell védenem magam. Itt tüntetnek a ház előtt. Feketék kosárlabdával. Mások életét is veszélyeztetik. Nem te tehetsz róla, de ez nem változtat a tényeket. Ha így be vagy szarva, miért nem költözöl el te? Sherman, kérlek. Már is kezdheted. Kifelé a lakásomból. Én jó szándékkal jöttem. Kifelé! Már az óvodában is undorító hájpaszni voltál, és most is az vagy, undorító hájpaszni. Indítványozni fogom a kilakoltatásodat, ha így állsz a dologhoz. Ha még egy szót szólsz, indítványozni fogom a puska csövét! Egyenesen a seggedbe! Marsz kifelé! Jó műsor! Bravo! Add el, Sherman! Adj neki! Ez a többiekre is vonatkozik! Kifelé mindenki! Jó. Ez igen! Azt mondtam! Kifelé! Paraditák! Kifelé! Kifelé a lakásomból! Kifelé a házamból! Kifelé az életemből!
Hey! Sherman McCoy! Halott! Sherman McCoy a Wall Street-i bankházból! A park sugár útról! McCoy! Sherman McCoy! Nincs többé! Ez alatt néhány háztömbbel arrébb mindenki nekem gratulált. Lehetett volna diadalmenet, de mégsem volt az. Találkozásom a húsfér McCoy-jal mindent elrontott. Az igazságnak gyakran van ilyen hatása. Apa, elkésünk, mennünk kell. Jó, jó, megyünk, drágám. Elvinjük Peter, mit gondolsz? Vigyük. Ide hallgass, minden erőnkkel ezen a sztorin kell lennünk. Minél többet segítünk ezeknek a lembéknek, annál jobbak leszünk. Szegény kis lembek. Aranyos kis fél majmok. Elnézést, Peter. Tessék el. Telefonhoz hívnak az irodában. Jó, köszönöm. Biztosan valami fejlemény a sztorival kapcsolatban. Találkozunk a vacsorán. Köszönöm, köszönöm. Elnézést. Hol a telefon? Hazudtam. Négy szem közt akartam beszélni veled. Egy nagy szívességet ajánlok. Csak nem beengedsz a bugyitba végre. Meg sem érdemled, Peter. De elmondok neked valamit. Caroline, engem várnak odaki. Nyugi, drága. Emlékszem még arra az édes és olasz fiúmra, a festőre? Igen, Federico. Nem, Franco. Filippo. Ah, igen, Filippo. Caroline, te nagyon részeg vagy. Szóval Filippo lelépett egy kurvába, akit neked is ismerned kell. Ez nem ártalmas? Még csak nem is fertőtlenítés? Aj, Kospiter! Nem is figyelsz. A neve Maria Raskin. Ő bérelte a lakásomat. Aztán kibérelte Filippót is, és... kiderült, hogy Sherman McCoy kocsijában ült, amikor az a balhé történt. Viccelsz? Én soha. Benne ült a dög. Honnan tudod? Lehallgatták a kéglibet. A poloska volt a telefonban. Azt akarták bebizonyítani, hogy nem lakom ott. Sikerült is. Most se lakásom, se fiúkám. Tudod, hol vannak? Nem. De remélem, te megtalálod őket. És igen, odaadnád ezt nekik. Mondd meg, hogy ez a pira köpte be őket. Igazán köszönöm, hogy vállalt ezt a beszélgetést, Mr. Raskin. Peter Fellow. Fellow, még nem találkoztunk, a felesége baráti köréhez tartozom. A feleségem? Hála az égnek, hogy nincs itt, egy kortyot se ihatni. Jacques, egy kurva azért a szokásosból és kísérőt. Már is hozom. Hol van Maria? Olaszországban. Ha egy percre elfordulok, már Olaszországban van, de hát fiatal tudja, hogy van. Nem vagyok hülye, tudom én mi újság. Szeretnék vele beszélni egy bizonyos dologról. Az irodámban ott megvan a száma. Tessék parancsolni. Köszönöm, nem lenne szabad innom, de ezt úgy szeretem, Willi Nordhofftól tanultam. Szóval a City Life-nál van. Igen, sorozatot tervezünk az Új Mágnások címmel, és természetesen ön az első között szerepel. Jó, jó, ez jó, Új Mágnások. És mire kíváncsi? A legjobb sztori most történt néhány hete.
Az egyik seggfejpilótám fogja magát, és landolásnál letért a kifutópályáról. Rajta voltam a gépen. Épp Pekkába mentük, tudja. A gép tele arabokkal és az állataikkal. Kecske, birka, csirke. Ezek nem mennek egy lépést se a rohadt állataik nélkül. Kénytelenek vagyunk nejlonnal leteríteni a padlót. Oda pisálnak, meg szarnak, tudja. Na, a gép lefut a pályáról, és a homokon landol egy nagy zökkenéssel. A jobb szál csúcsa befúródik a homokba, és megpördül a tengelye körül. 360 fokot. A szar belém fagy. Itt pánik lesz. Benézek az utasfülkébe. Csönd. És nyugalom. Szedegetik a csomagjaikat, terelgetik az állataikat, és néznek kifelé az ablakon, miközben a szárny kigyullad. Várják, hogy kinyíljon az ajtó, mintha mi sem történt volna. Akkor esik le nekem a tantusz. Ezek azt hiszik, hogy ez normális. Azt hiszik, hogy így ér földet a repülő, befúrja a szárnyát a homokba, és megvárja, amíg az pördül egyen. Soha életükben nem ültek repülőn. Mit tudják ők? Azt hiszik, hogy így kell csinálni. Úristen, Mr. Ruskin? Mr. Ruskin? Mrs. Ruskin? Igen. Peter Fellow vagyok. Engedje meg, hogy kifejezzem mély részvétemet. Milyen kedves, igazán. Ismerte az én Arthuromat? Az igazság, hogy közel voltam hozzá a halála percében. Tudja, annyira derogálom magam, hogy én nem voltam vele akkor. Mrs. Ruskin, ha jól tudom, ön Sherman McCoy szeretője. Tessék? És úgy tudom, hogy azon a végzetes estén Bronxban ön vezette az autót. Sherman soha az életben nem mondana ilyet. Épp ezért kérem, mondja el ön. Ide hallgasson, Mr. Mr. Faszkalap. A férjem temetésére érkeztem. Világos? Tűnjön el! Szívódjon fel! Lépjen olajra! Igen, értem. A sztori egyre érdekesebbnek ígérkezett. Megszimatoltam. És még igazság is volt benne. Visszakerültem a pályára. Istenemre, újra riporter voltam. A pénzember titokzatos özvegye. Te átkozott ganétúró bogár! Fogod magad és írsz egy ilyen mocskos cikket az én és békün tiszteletes engedélye nélkül? Mit képzelsz? Ki vagy te? Higgadj le. Egy kicsit halkabban. Nézd, Albert, nem Sherman McCoy vezette azt az autót. Be is tudom bizonyítani. És? Ez a mi ügyünk. Itt kell körülnézni a kórházban, öregem. A kórházban? A kórházban! Behoznak egy fiút agyrázkodással. Erre begipszelik a karját? Ezt írd meg! Írd meg, hogy be fogjuk perelni ezt a kórházat! Ez ellen harcolunk teljes erőnkből! Te meg összehordasz hetet havat! Na és Sherman McCoy-jal mi lesz? És az igazsággal mi lesz? Gratulálok! Újra riporter vagy. De ne felejtsd el, honnan kaptad ezt a sztorit. Bizony ne. A mi fiunk vagy, Peter. Te védesz minket, mi védünk téged. És ígérem, ez egy rendkívül jól gyümölcsöző kapcsolat lesz mindnyájunk számára. Ó, Annie. Én tudom, hogy semmi sem enyhítheti a fájdalmat, amit el kell szenvedned. De 10 millió dollár kártérítés. Talán elviselhetőbbé tenné valamivel ezt a szenvedést. Hát... Egy-két dolog rám férne. Azt hiszem, a megjelenésemre ezentúl különös gondot kell fordítanom. Úgy hiszem, ehhez elsősorban rendes ruhatár kellene. Ha Mr. Fox bevinne a limuzinját, esetleg bevásárolnék. Természetesen. Megírtam, amit akartak. Miért ne? Ha kuplerájban dolgozol, csak egy célod lehet, hogy a legjobb kurva legyél. És egyébként is. Kezdtem észrevenni helyzetem még kedvezőbb kilátásait is. Most be akarják varni a kórházat is. A pénzre utaznak.
Hogy használhat ki valaki ilyen önző módon egy családi tragédiát? Iszonyú, rémes. Kussek fej! Igen, uram. És mi lesz a kampányommal? Mi lesz a Sherman McCoy perrel? Hol az igazság? Hol az én ügyem? Hová lett minden reményem? Ébe, azt hiszem, beszélnünk kell ezzel a Mrs. Ruskinnal. Jó, és nyilatkozz a sajtónak. Mondd el nekik, hogy kihallgatjuk a nőt. Ha ő vezetett, akkor neki kell viselnie a következményeket, ez csak természetes, és így tovább. Oké. Hé, te! Nagy okos seggfej! Te vittél bele minket ebbe az egészbe! Te fogsz kirántani belőle! Nézd rám, ha hozzád beszélek! Keresd meg azt a libát, világos is fel, hogy nagy szózban van! Ijesz rá, ellenben! Ha hajlandó együttműködni, ha azt vallja, amit akarunk, biztosítjuk a büntetlenségét. Igen, uram. Na, mire vársz, tapsa? Ma? A férjének ma van a temetése. Nem érdekel. Az se, ha az anyjának van a bar micvója. Indulás, gyorsan! Mr. Leach? Igen? Úgy tudom, ön helyezett el fuloskákat ebben a házban. De hogy? Úgy tudom, Caroline Hifschenk lakását lehallgatták, igaz? Három perc alatt megkaptam, amit akartam. Már több volt, mint egy sztori. Egy könyvre való anyagom gyűlt össze. Jó könyvre még hozzá. Díj esélyes könyvre. Már csak egy jó finish hiányzott. Magánál van a szalag. Elküldtem Sherman McCoy ügyvédjének a szalagot, és vártam a tűzi játékot. Nem vagyok valami szexis kedvemben. Tudod, hogy bukok rá a puha? Ja, te javíthatatlan vagy. Ez én vagyok, ez Maria. Ezek mi vagyunk? Hol szerezte ezt? Hallgassa. Ide hallgass. Mégiscsak el kellene mennünk a rendőrségre. Majd szerzünk egy jó ügyvédet. Tegyük be a fejünket egyenesen a tigris szájába? Én vezettem az autót, Sherman. Végül is nem nekem kellene eldöntenem, hogy mit csináljunk. És én tudom, hogy nem. Lehallgatták a lakást? Egész idő alatt? Igen. De miért? Ki a felének kellett ki ez? Ki tudja. Aki ezt elküldte nekem, vagy nagyon rajonkat magáért, vagy nagyon utálja Maria Ruskint. De ez akkor megvan a bizonyíték. Nem, nem. Ez illegális felvétel. Teljesen illegális. Lesittelhetik a fickót, aki csinálta. Ha a sajátja lenne persze, akkor legális volna. De nem az. Hogyha a sajátom volna? Hát, ha maga vette volna fel ezt az egész beszélgetést, akkor minden rendben van. De így sajnos nem használhatjuk bizonyítékként a tárgyalást. Akkor mire jó az egész? Arra, hogy adott egy remek ötletet. És pedig? Megmondom, mit vegyen fel a temetésre. Milyen temetésre? Foglaljon helyet. És most Mr. Ruskin végakaratának megfelelően Mary Learman eljátsza Arthur kedvenc számait. Én vagyok az Sherman. Arthur! Jaj, Arthur! Don't you know each cloud contains pennies from heaven? Maria! Find your fortune. Beszélnem kell veled! Gyere ki! Gyere! Sherman! Fogad részvétem! Mit keresel te? Beszélnem kell veled! Ide figyelj! Miket mondtál te az újságoknak mostanában? Esküszöm, Maria, semmi közöm az egészhez. Megbeszéltük, hogy nem említelek, és nem is említettelek. Igen? Maria, segítened kell.
hogy segítsek. Furcsának fogod találni a kérésemet, de mégiscsak el kellene mondanod a rendőrségnek, hogy mi történt azon az estén. Sherman, te drága, te édes. Senki se tudja, hogy valójában mi történt azon az estén. Már és. Úristen, szent agyám, teremtőm. Ó, Sherman, nem tehetek róla, de a temetéseken mindig felé fúlom. Marianne. Csak alu, csak a bugyim. Gyere, gyere te, gyere. Gyere. Ne, Maria, ne! Semmi. Semmi, Maria, beszélnem kell veled. Ne, hagyjál végén, ne! Ez a pup, ez az de nem, ez az övel, ez a övcsat, hátra csúszott, tudod? Nem, persze, valahogy hátra csúszott. Valamit. Nem, persze, ugyan már, de nincs semmi, Maria, hagyd békén, hagyd már békén! Hagyj már el! Mikrofon! Ne! És a zsinór! Sherman! Sherman! Te rohadt szemétdög! Nem én akartam, Maria, de nem volt más lehetőségem. Mrs. Ruskin... Menj a francba, akárki vagy! Elnézést, Mrs. Ruskin, Jack Kramer vagyok a kerületi ügyészségről. Elnézést, az ügyészségről jöttem. A kedves Mr. McCoy. Most megeheti, amit főzött. Eddig védtelek, Maria. Úriemberként viselkedtem. Mindent megtettem, hogy távol tartsam a neved a lapoktól, de most segítened kell, most te védj meg engem! Soha! Érted? Soha! Soha! Remélem, lógni fogsz a villamos széken! Mocsok! Mrs. Ruskin, bocsásson meg, hogy zavarom. Elment. Hát bizony, őszinte részvétem. Ki lógott a hátsó ajtón? Ki? Sherman McCoy! Jesszus! Ne haragudjon, hogy riasztottam, de olyan furcsán viselkedett. De neveletlen vagyok. A nevem Maria Ruskin. Tudom, Kramer. Jack Kramer. Jed. Elnézést a kerületi ügyészségről. Bronxból. Értem. Ilyen csinos ügyészkék vannak Bronxban? Azt hiszem, nekünk rengeteg megbeszélni valónk lesz. Igen, hogyne. Igen, mert ha bejövnek tanúskodni, tudnom kell, hogy mit mondhatok és mit nem. De mégiscsak el kellene mondanod a rendőrséggel, hogy mi történt azon az estén. Édes, senki se tudja, hogy valójában mi történt azon az estén. Mi is? Úristen, szent atyám, Sherman! Nem tudták megmondani odalent, hogy itthon vagy-e. Igen, mert a hátsó lépcsőn közlekedem mostanában. Értem. Bemehetek? Ja, igen. Persze, tessék. Mindent elvittek. Hogy? Igen, Judy. Judy is elment? Igen. Ez hamar ment. Neki jó ügyvédje van. Én azt hiszem, sohasem kedveltem igazán a feleségedet. Nem, persze. És ezt a lakása egyébként, meg hogy te fizetted. Se a bútorokat. Se a kocsimat, se a ruháimat, sem az életemet, se a pénzemet. Úristen, ugye nem azért jöttél el nyilvánvalóan idáig azon a kurva metrón, hogy ezeket elmond neked. Nem vagyok képes, érted? Egyszerűen nem vagyok képes most arra, hogy végighallgassam az erkölcsi prédikációidat. Nem vagyok rá képes. Holnap ugyanis meg kell jelennem egy bizonyos tárgyalásod. Ha azért jöttél, hogy szövegei, köszönöm, nem kérek belőle. Nem, bocsáss meg, azért jöttem, hogy... Nem is tudom, hogy mondjam. Nem hívtál fel minket. Segíteni akartunk.
Azért jöttem, hogy elmondjam, mi ránk számíthatsz, a fiunk vagy. És szeretünk. Talán még soha nem mondtam ezt neked. Most mondom. Szeretlek, fiam. Ezért jöttem. Kérlek. És tudod már, tudod, hogy mit fogsz csinálni? Hát, egyetlen dolog van, amit csinálhatok. Ha azt akarom, hogy kiderüljön az igazság, és megperzselje őket, egyetlen mód van rá, hogy ezt elérhessem. És az mi? A hazugság. Tudod, hogy én mindig csak az igazságban hittem. És én olyan becsületesen éltem le az életem, ahogy csak lehetett. Hiszem, hogy az igazság mindenkinek ott lakozik a lelkében, hogy jelző tűz modern életünk kietlen síválságában. És mégis. Mégis? Ezúttal, ha az igazság nem ment meg, akkor hazudj, fiam. A baleset az útszéli rámpán történt, vagy az úton? Az úton, az út mentén. Gátolta-e barikád, vagy esetleg bármi más az úton az önök tovább haladását? Nem, nem semmi. Értem. Még egy utolsó kérdés, Mrs. Ruskin. Ki vezette az autót, amikor elütötték Henry Lambet? Sörmen senki másnak nem engedte vezetni a kocsiját. Értem. Tehát Sörmen McCoy vezette a kocsit. Igen. Nos, barátaim, Sörmen McCoynak befellegzett. Én persze nem erre a végre számítottam. Az egész munkám, minden erőfeszítésem hiába való volt. Hősömnek vége. Vége. Maria vallomásával meghúzta a ravaszt a Sörmen halántékához szorított fegyveren. Mindenki hősöm ellen fordult. Szinte láttam a diadal felhőt, amelyben mámorosan úszott mindenki. És láttam a bagály emelkedését, amely perceken belül elnyeli Sörment. Az univerzum ura harmadszor bukott meg. Mindennek vége. Semmi remény többé. A sötétség birodalma összezárul körülötte. És ekkor különös dologra lettem figyelmes. Sörmen mosolygott. Leülni, emberek! Mindenkit kidobatok! Ezt nem tűröm tovább! Csöndet! 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 Folytassa, Mrs. Ruskin. Én be akartam jelenteni a balesetet, de ő nem engedte. Azt mondta, hogy ő vezet, tehát ő dönt. És ez meglepte önt? Egészen megdöbbentett. Hát, mert vannak bizonyos emberi erények, amelyeket feltétlenül tiszteletben tartok, és amelyeknek remélem magam is birtokában vagyok. Sörme, egy rökkére még van idő. Maria, 600 millió dollárt veszítettem ma. Esetleg az állásomat is. Nem vagyok valami szexis kedvemben. Tudod, hogy bukok rá, ha puha. Sörmé. De javíthatatlan vagy. De Maria, mégiscsak el kellene mennünk a rendőrségre. Majd szerzünk egy jó ügyvédet.
És tegyük a fejünket egyenesen a tigris szájába. Én vezettem az autót, Sherman. Mégis nem vagyok. Adja ide azt a rohadtát! Adja ide! Adja ide! Az istenit! Jöjjenek ki a pulthoz, uraim! Igyekezzenek! A rohadt életbe! Nem használhatja fel! Ki ez a szalag? Az enyém. Kérem, bíró úr, ez... Pafa, bemisztek, Kramer! Mr. McCoy, figyelmeztetem, hogy eskü alatt áll. Nos? Ön vette fel ezt a beszélgetést? Igen, uram, én. Én vettem fel ezt a beszélgetést erre a szalagra. Az én szalagom. Az én szalagom. Az én beszélgetésem. Én vettem fel. Tűnjenek a szemem elől. Mindenki. Csendet! Csendet! Önök kétségbe merik vonni a bíróság döntését? Csendet! Leülni! Köszönöm. A Sherman McCoy ügyet ezennel lezárom. A felvételen elhangzó bizonyíték alapján elrendelem a vád elejtését, az igazság nevében. Nem igaz! Ez az igazság! Ezt mered igazságnak nevezni! Rasszista szemét! Rasszista! Engem merészel valaki rasszistának nevezni? És azt minek nevezik? Ha valaki függetlenül a bőre színétől hamisan tanúzik. Ha egy ügyész hamis tanúkat alkalmaz. Ha egy főügyész odadob egy embert koncnak politikai céljai érdekében. És ha valaki egyházi ember létére, aki Isten szolgálja, a legnagyobb hasznot húzza mindebből. Ez igazság? Nem hallom a választ. Én megmondom, hogy mi az igazság. Az igazság a törvény. És a törvény az ember suta próbálkozása arra, hogy meghatározza, hogy mi a tisztesség. Tisztesség. Mert a tisztesség nem üzlet. Nem nyerészkedés. És nem szerződés, vagy csalás. A tisztesség... A tisztesség az az, amire a nagyanyjuk tanította magukat. Az a vérükben van. És most menjenek. Menjenek haza.
és legyenek tisztességes emberek. Tisztességesek. Mr. McCoy, ön szabad. Nem igaz! Ez hihetetlen. Kurva életbe! És ezzel történetünk végére értünk. Ekkor láttam utoljára Sherman McCoyt. Senki se látta többé. Eltűnt. Feje körül glóriával. Korunk hőse. Már amennyire hős lehet egyáltalán valaki a mi korunkban. És most, hölgyeim és uraim, jöjjön a nap hőse, a Pulitzer díj nyertese, és ki tudja még mennyi értékes díj tulajdonos a hölgyeim és uraim, Mr. Peter Fellow. Sherman, akinek annyi mindene volt, elveszített mindent, de visszanyerte a lelkét, míg én, akinek semmim se volt, mindent megnyertem. De mit ér, ha az ember megnyeri a világot, de elveszíti? Na hagyjuk. Van némi kárpótlás.